Hello, Varga Robert vagyok. Az a megtiszteltetés is ért engem, hogy a célokról fogok beszélni. 18 évvel ezelőtt kezdtem ezt az EFELT üzletet, elég furi körülmények között. Mostan értéken volt körülbelül egy 70-80 millió forint körül tartozásom, mostan értéken körülbelül volt egy másfél millió forint havi kamatom, éheztem, egy 6 négyzetméteres szobabérletben laktam, eladtam a meleg ruháimat télen, mert kellett a kajára pénz, Floridába készültem, ugyanis ott meg nem kell. Úgyhogy egy utcai fülkéket támadtam meg, onnan kezdtem el kommunikálni az emberekkel. Úgyhogy talán ebben hiteles vagyok. Egy dolog volt bennem, van más élet, van más élet, van más élet. Úgyhogy gyorsan előhívom segítségül Napoleon Hill gondolatait. Amit az emberi elme el tud képzelni, azt meg is tudja valósítani. Amit az emberi elme el tud képzelni, azt meg is tudja valósítani. Barátom, neked nem kell kitalálnod a kereket, mindenki van találva sikernek, bevált módszerei vannak, alkalmaznod kell. A tuti biztos, hogy ez a te komfortzónádon kívül van, a te korlátodon kívül van. Tudod, azt már terra incognita ismeretlen terület. Azért, mert ott te még nem jártál. Ezért neked tudnod kell, hogy a rutin, a megszokás az a fejlődésnek a vége. Ezért neked ezt akarnod kell akarnod kell. A sikert nem tanító mester. Micsoda gondolat? A sikertől nem tudsz tanulni, az olyan, mint egy pohár víz, bárki hozzájuthat, a kudarcokból tudsz tanulni. Ezért tudnod kell, néha olyan érzésem van, hogy a munkán 95 Tudod, mi 99%-a full felesleges, teljesen felesleges, de az 1%-ból gazdag, anyagilag független ember leszel. A Biblia következő. Az 1%-ot a 99 nélkül nem adják. Ehhez kellenek a célok, ehhez kell a motiváció. Tudnod kell, hogy a sikernek ára van. Ezt az emberek megfizetik, akkor is, ha ezt nem látod, akkor is erről nem tudsz. A sikernek vagy előtte, vagy közben, vagy utána mindenki meg fogja fizetni az árát. És néha az élet próbára tesz téged, hogy a célból vagy, vagy lekvárból. Ezért kérlek, csináld meg a célfizetelet. Ez az életed alkotmánya. Egy országnak van egy alkotmánya, hogy mi működik az ország veszel bármilyen műszaki cikket, kapsz hozzá egy kezelési útmutatót, hogy mi szerint működik az a műszaki dolog. És barátom, te, te hogy vagy? Te mi szerint működsz? Fölkezd, lefekszel, leke lefekszel, és 80 és korod meg elmúlt. Mi szerint működsz? Hogy töltöd az életedet? Mit szeretnél ebben az életben elérni? Úgyhogy csináld meg a célfüzetelet, csak az életedről van szó. Ha itt valahol elakadtál, akkor tudod kell, hogy az embereket két alapvető dolog motiválja. Az öröm és vagy a fájdalom. Itt tudsz keresni valami. Vagy valamit el akarsz kerülni, vagy valamit szeretnél elérni. Úgyhogy itt keresgéld a céljadat, az igazi mozgatórugót. A sikeres és a sikertelen embereket azt különbözteti meg, hogy a sikeres embereknek leírt céljaik vannak. Konkrétan meghatározott, specifikus határidőz kötött, mit nem mondjak, van hozzá egy cselekvisi terv. A céljaidnak kell, hogy valóság tartalma legyen. Legalább 50%-os tartalma. Tehát az, hogy most így futsz mondjuk 1-2-300 métert, vagy 1-2 kilométert tudsz lefutni, és kitűzött célul, hogy a jövő éve a maratont, nem fog működni. Jó? Le tudod futni, de ez fokozatosak, fokozatos, különböző grádiensek kellene, fokozatos célok kellenek, részcélok, mit nem mondjak. Tehát bármilyen nagy célt el tudsz érni, bármit meg tudsz valósítani, de ehhez kellenek rövid, közép és hosszú távú célok. Rövid távú cél lehet ilyen napi, heti, havi negyedéves, éves célok, stb. Középtávú lehet 2-5 éves, hosszú távú lehet 5-10-20 éves cél. Konzultál meg a szponzoroddal. Lényeges, hogy az út közben a nehézségeket megédesítendő Ehetnek jutalom táblázatok. Elérsz valamit, akkor elmegyek vacsorázni a kedvesemmel. Vagy veszek egy új cipőt, veszek egy új ruhát. Elmegyünk valahová tengerparta, vagy elmegyünk egy 27 hét valami wellness szállodába. Az nem működik, hogy megcsinálom a supervisor szintet, és veszek egy porsét, vagy felállít jó? Tehát arányban kell lenni az elvégzett munkának. Lesz ellenállás, barátom. Bevallom, volt ellenállás. Az angolban kettő, a magyarban három betű. Szívjak, hogy no. Magyarban nem képzeld el, emberek odaállnak itt, elmondod a prezentációt, az üzleti ajánlót, és azt fogják mondani, hogy nem. Időnként kicsit szikornyázzák, és ez fájdalommal tölt el. Vigasztaljon az a tény, hogy csak a döglött halak úsznak az ára. oké? Tehát tudnod kell, hogy ezek az emberek nem neked mondanak nemet. Jó? Maguknak. Jó? Nem neked. Csak felidál a szájuk. Mauknak a saját életükre, a saját lehetőségre mondanak nemet. Neked van választási lehetőséged, te mehetsz tovább. Csak néhány ember keresünk. Az igazi termékünk az anyagi biztonság és az egészség. És mondan, ki ki, ki nemet egyikre vagy a másikra? Jó? Tehát biztos, hogy fogsz találni néhány olyan embert, aki ebben partner. A picinek ereje van. Csak még egy nyíl van csak még egy cél, még egy CD, csak még egy e csak még elolvasok egy könyvet, csak még felhívok egy embert ennek óriás ereje van a hosszú úton, az út végén. Nagy nagy különbséget jelent. Segítségül a matematikát. Nem voltam erős matekból, zsarú voltam. De a nullát beszorozni egy, ez még nálam is nulla. De az egyet beszorozni az egy millióval, az egy Úgyhogy, ha valaki ne talántán egy az nem úgy működött, hogy fölkelt, nyújtózkodott egyet, és azt mondta, hogy na, holnap, ah, fölkapok húsz kilót. Ez nem így működött. Hanem volt reggel egy plusz néhány hari, aminek már nem kellett volna lennie, nem volt rá szüksége, ebédre is plusz néhány hari, vacsorára is plusz néhány hari, Utána ezt elteltek a hónapok, elteltek az évek, és 5-10 év múlva úgy érezte, hogy elérte a vágósúlyt. Oké? Okay? Tehát a kicsinek ereje van. Működik pozitívba is. Néhány fekvőtámasz naponta, néhány felülés naponta, néhány könyv elolvasása, vagy néhány oldal elolvasása naponta. Rendben? Vagy naponta három meghívás, plusz három meghívás, amit nem akarsz megcsinálni, de azt megcsinál. Plusz három meghívás, szoros 365-tel. Ezer plusz meghívás egy évben. Ez kell, hogy különbözőséget adjon. Ennek kell, hogy eredménye legyen. Az átlagember ezt furcsán fogja tekinteni. Rendben? Ha az átlag az normális, akkor kérd ki magadnak, oké, okay? én büszke vagyok arra, hogy nem vagyok normális. Hogyha 40 évig kell dolgozni azért, hogy utána az emberek nyugdíjból vagy rokkon nyugdíjból megéljenek, és ez az átlag, ez a normális, akkor mi nem vagyunk normálisak, jó? Húzd ki magadat, nézz a másik szemébe, és mondd meg, hogy figyelj, én nagy vagyok, barátom, te rád is rád férne. Mert nagyot álmodni. Mert nagyot álmod és gondolkodj hogy nagyban. De előtte lapátolt az életedből a negatív hatásokat. Ezek lelassítanak, elterítenek. Gondolj arra, hogy ha tyúkokkal kapírgász, nem repülhetsz a sasokkal. Ha tyúkokkal kapírgász, nem repülhetsz a sasokkal. A gyémánt munkáját egy élete során, 40 év alatt az emberek így is, ő is elvégzik, csak nem fizetik ki -e nekem a, a, a gyémánt bónuszt. Ráadásul sokkal több nemet fognak behúzni. Munkahelyen. Főnök, szeretnék fizetésemmel is. Nem. Főnök, szeretnék hamarabb. Nem. Szóval szabadságra menni? Nem. Oké, okay. sokkal több nemet kapnak nyugi. Csak itt jobban megéri. Az egész egy hatás. Hatással vagyunk egymásra. Hatással vagyunk a környezetünkre. A környezetünk hatással vannak ránk. És ez a hatás, ennek az aránya fogja a te életedet befolyásolni. Úgyhogy barátom, egyetlen szokás sem semleges. Minden számít. Ezért programozd magadat. Programozd magadat. Az erősebb inkább győz. Hogy tudod programozni magadat? Vannak célkártyák. Én például egyes szám első szemébe ráírtam, például saját magamról és másokról mindig csak pozitívan gondolkodok, nagyon nehéz, néha nagyon nehéz, stb. 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 De ugyanaz megvan egyes szám második szemében, mikor én rámondom, egy relax zene kísérletében a telefonomban a van, miközben emberek a budapesti dugóban a kormányt harabdálják és kilúgozzák az agyukat, én addig építem magamat, tanulok, képzem, és közben a célra, cél, folyamatosan célra teszem magamat. Tehát a megerősítő hangfelvételek és a célok nagyban befolyásolják az életünket. A félelem, barátom, nem létezik. Jó, a félelem nincs. A félelem egy olyan dolog, ami néha eltérít, de az még nem történt meg. Félsz tőle, de nem történt meg. Valamit szeretnél elkelődni, de mivel mindig rá gondolsz, ettől félsz, ezért azt elkezdett teremteni. Rendben? Ezeket a filmeket ezzel a technológiával ki tudod szorítani az életedből. Ugye a vonzástörvénye, azzá válsz, amire gondolsz. Az eltörülések tehát nagyban-nagyban így befolyásolhatók ezekkel a fókuszálással. Rengeteg ember lesz az út során, aki hát, hogy mondjam, nem fog örülni, hogy te egyáltalán kimerted tűzni, sikeres leszel. Sőt, az úton téged megpróbálnak akadályozni. Aps! nem biztos, hogy leértékelnek, elég, ha csak ilyet csinálnak. Psz, vagy, vagy valami hasonló. Erre neked nincs szükséged. Mint mondtam korábban, lapátoltuk -e az életedben a negatív hatásokat. Ha van egy bukott célod, állíts fel újakat és módosítsd a határidőt. Az én személyem alá, azért oda, hogy amikor lecsukom, akkor is lássam, beégett egy mondat. A tervédet írt homokba, a célidat vést betomba. A tervédet írt homokba, a célidat vést betonba. Négy évent az olimpián adnak egy aranyat, emberek 5-10-20 évig küzdenek érte, ebben az üzletben nincs versenytárs, csak magaddal versenyzel. Bárki megkapja az aranyat, aki megcsinálja ezt a munkát. Nincs időszkötve, a cég lojális hozzánk, senkit nem fognak innen kirúgni, ha ő maga nem akarja, vagy nem tesz érte. Aktualizált a célfüzetele, tehát nem azok a győztesek, akik soha nem hibáznak, hanem azok, akik soha nem adják fel barátom, én téged ismerlek. Valahol már láttalak, de ismerlek, az biztos. Neked vannak gyengeségeid, ugyanúgy, mint nekem, de vannak erősségeid is. A gyengeségedét hagyd a fenébe, oké? Okay? Nincs pontértéke. Az erősségedre fókuszálj. Egy-két példa. Einstein lehet, hogy villanykörtét nem tudott volna becsavarni. De értett a matematikához, értette a fizikához, világbajnok lett. Ronaldo Messi? Hát nem tudom, hogy olajcserét nem tudnának megcsinálni az autón. Lehet, Oké, okay, de nem is ez a feladatuk. Kiválóan fociznak, világbajnokok, ismert személyiség, sikeresek lettek a tevékenységükben. Ha te úgy érzed, hogy kis, kis pitik petik, kis pondró peti, meg jaj, kis puha vagyok, és jaj, jaj, én nem lehetek sikeres, mindig gondolja arra, hogy a számítógép nem tudja, hogy te ki vagy. A beteszed a megfelelő forgalmat, ki fogja írni, bajnok vagy és sikeres. Lapát úgy, mint egy kis kacsa. Vízszint fölött mosolyog, alatta meg tedd, amit tenned kell, jó? És meg lesz a megfelelő eredménye. Menet közben Óriási dolgokat csináltunk. Több mint száz repülőúton volt. Én kis kopasz parasz gyerek, elengedtem a kapát Budapestre jöttem, mert voltak álmaim. Mert nem tudtam akkor még mit akarok, nem ismertem a lehetőségémet, csak azt tudtam, hogy azt nem akarom. A fő az mindig nő, kapálni mindig kell. Értemetlen volt az egész, láttam. Ott volt a példa előttem. Több mint száz repülőt volt ezzel az ületet, több mint 40 tengerpart, és a családom is ugyanúgy élvezi ezt a tevékenységet. És ez a munkánk, hogy másoknak is ezt okozzuk, ezt a, ezt a csodálatos dolgot. Útra valóul egy-két gondolat. Az egyik, hogy minden egyes perccel kevesebb időd van a céljaid megvalósítására. Minden egyes perccel kevesebb időd van a céljaid megvalósítására. És tudnod kell, hogy ahhoz, hogy jól élj, az nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon sokat kell dolgozni. De ahogy szabad ember legyél, azért neked harcolnod kell. Harcolnod kell. A legnagyobb harcot önmagaddal fogod vívni. A nem létező Korlátaiddal, a gátlásaiddal, a kisebb de fogsz küzdeni. De erre leszel a legbüszkébb. Nem az autóra, meg a házadra. Az hamar meg lehet szokni. Képezd magadat, fejlődj. Az egész út egy fejlődés. És befejezésül George Eliot szavait mondom neked. Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehetté volna. Soha nem késő, soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehetté volna. Meg tudod csinálni sok sikert hozzá!